Érdemes már most felkészülni a hideg időszakra annak érdekében, hogy télen is friss, jó minőségű zöldségeket, gyümölcsöket tehessünk a családi asztalra. Bár az elmúlt időszakban teret hódított az élelmiszerek ipari konzerválása, mégis egyre többen nyúlnak vissza az évszázados hagyományokkal rendelkező házilag végzett tartósításra. Ugyanis így óvható meg a termények vitamin tartalma. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a városban a több éves múltra visszatekintő vásár. A gazdák újra eljöttek hozzánk nagy örömömre, és a hátam mögött álló lelkes vásárlók örömére. Tulajdonképpen gyönyörű árut hoztak magukkal. Minőségi almát, fantasztikus zöldségeket, télálló minden termék, illetve minden termény. Azt hiszem, hogy aki ide ma eljött, megelégedve távozik. Szabolcs-Szatmár megyéből érkeztek az ukrán-magyar határ innenső oldaláról, Ajak községből jöttek a gazdák, és tulajdonképpen évekkel ezelőtt merült föl a nevük egy budakalászi kapcsolat révén. Jutottam el hozzájuk, fettem föl a kilétüket, és azóta már azt mondhatom, hogy baráti viszonyt ápolunk. És ők is nagy örömmel érkeznek. Évről évre körültekintően teremti meg a kamra feltöltő vásárok feltételeit a szervező. Én már jó időben, jó korán, tehát már amikor még a nyár aktív és eleven, amikor nagyon meleg van, már akkor egyeztetek velük, hogy tulajdonképpen mi várható, milyen termékek, milyen gyümölcsök érkeznek, zöldségek, mivel készülnek, és ez természetesen folyamatos egyeztetések közepette zajlanak az előkészületek, egészen addig a pontig, amikor a hátam mögött is látható vásár elkészül. A piacon közvetlenül a termelőktől szerezhetik be a télálló minőségi portékákat a vásárlók. Fantasztikus mennyiségű és minőségű alma érkezett, 6 fajta gyönyörű szabolcsi alma. A teljesség igénye nélkül Mucsó, Golden, Jonagold, a csodálatos Jonathan alma, a gyermekkorom kedvelt gyümölcse, Golden alma, Starking alma, tehát a termelők a színejavát hozták el a gyümölcseiknek. Az esemény sikerét az is bizonyítja, hogy számtalan vásárló rendszeresen visszatér a piacra, és az ott beszerzett termékekkel tölti fel a családélés kamráját. A látogatottság azt hiszem, hogy elképesztően aktív és eleven, és elképesztően sodró lendületű. Igaz, most egy parányi kis szünetet láthatnak a kedves nézők a hátam mögött, de az első hullám, a reggeli hullám az most lement. Egészen addig maradunk a mai napon, amíg az készlet tart. De általában ez 1 óra környékén, 13 óra környékén már azt hiszem, hogy nem lesz igazából olyan hazafogható készlet, ami már eladható. Hiszen addigra az érdeklődők elviszik mindet. A legközelebbi kamra feltöltő vásárt ismét a faluház udvarán tartják november 4-én, amikor sütőtökkel, sárgarépával és céklával bővül a kínálat.